Kezdetnek nem is rossz. Hány ilyen bandán kell még keresztül törnünk? Ez volt az utolsó kerülék előtt. Induljunk. Voltál katona? Voltam én minden. Kérdezhetek valamit? Na. Miért élsz ide lent? Épp renoválják a malibui villámat. Ugyan, Ernest. Egészséges vagy intelligens. A seregben is kiképeztek. Mire? Hogy kell kiugrani egy repülőgépből, vagy kibiztosítani egy géppisztolyt? Mire megyek ezzel? Kerestél te már állást valaha, doktor? Ide írja a telefonszámát. Ú, nekem nincs olyan. Ide a jelenlegi lakcímét. Ja, nekem olyan sincs. Köszönjük! A következőt! Akkor sem tudom elhinni, hogy... Persze, hogy nem tudod! Te csak beszállsz a BMW-be, kihajtasz a villádból, és meg sem állsz a légkondicionált rendelődik a Beverly Hills-en. És az Isten verjen meg! Fogalmat sincs, mi történik odakint a valódi világban, érted? Te nem tudsz rólam semmit sem! Hogy hol élek? Hogy mit csinálok? Úgyhogy légy szíves! Hé! Hey! Nem te vagy az egyetlen, aki szenved. Oké. Tudom, neked se könnyű. Jóságos doktor úr. Jóságos doktor úr. Hallasz engem, ugye? Olyan magányos vagyok ma. Olyan elhagyatott. Fene tudja. De te nem vagy egyedül, mert néhány barátod odafentről lejött hozzánk, hogy segítségedre legyen, ha kell. Ez nagy szerencse. Igen. De nagy szerencse a mi fiainknak is. Figyeljetek, fiúk! Tudjátok, hogy K. úr megemelte a tétet? Találjátok ki, mi van a kettes borítékban, na mi? Öt rongy a jóságos doktorbácsi bármelyik barátjának a fejét, ha elviszitek K. úrnak. Ez az igazság. A tétek egyre emelkednek. Tudod mit, doktorbácsi? Tudom, hogy élvezed a hangomat, de ha itt lennél, azt még jobban élveznéd. Ó, Istenem! A fiúkat odakint csak az öt rongy izgatja, de mi izgat fel engem? Csak te, kicsi doktor. Csak te. Sit back, relax, as I ride to the temple. Ain't no ballad, no instrumental, just playing. Azt hiszem, hogy túlerőben vannak. De ugyan már, alig vannak hatan. Kinek van ötlete? Nem. Támadás. Most elfogadjuk! Minden rendben? Hol van Kwong? Talán kijutott a túloldalon. Talán. Gyerünk. Tovább kell mennünk.
még nem feleltél a kérdésemre. A nagyapám elesett a világháborúban. Az apám 20 évet húzott le a seregben. Sosem akartam más lenni, csak katona. Egész életemben. 17 évesen jelentkeztem, aztán jött Vietnám. Hadbíróság elé állítottak és 20 évre ítéltek. Mi történt? Valaki hátba lőtte a parancsnokomat. Ez nincs rendesen föltéve. Soha se volt. Ha egyszer kijutunk innen, elviszlek a kórházba. Én nem megyek fel soha többi. Miért nem? Nem ismerem ki magam odafenn. Az Egyesült Államok elnöke naponta megszegi a törvényt, és hazudik az amerikai népnek. És senki nem tesz semmit. Idelen vannak jó emberek, és vannak rossz emberek. És nagyon könnyű megmondani, melyik. Na, vidd el onnan azt a szemetet, hadd menjünk tovább. Szabadon választhatsz. Vagy harcolsz, vagy meghalsz. Harcolj! Kezd melegedni a helyzet. Akkor tudod, mi a dolgod. Hadd kérdezzek valamit. Miért csinálod ezt? Tartozom Kellynek egy szívességgel. Nem igaz. Te nem egyszerűen bosszút akarsz állni. Tudod, mi a boldogság? Boldogság. A boldogság az, ha minden ember pontosan azt teheti, ami az a legjobban ért. Nem sok mindent tanultam a seregben, de ezt az egyet nagyon jól megjegyeztem.
Oly szép fiú. Elállt a lélegzeted? Vagy talán nem szeret bulizni? Imádok, hölgyem. Gátlásokat levetkőzni. Remek ötlet. Kezdődhet a parti? Hé, hey, hol vannak a fiúk? Úgy értem, ti egyedül nem tudnátok megvédeni magatokat idelen. Egyességet kötöttünk a többi bandával. Béké hagynak minket, amíg meghívjuk őket a partiainkra. És ezek elég vadpartik. Csak kicsit kifújjuk magukat. Vegyél be valamit, Brad. Igen, ez az. Lazíts. Szóval, ti rátok vadászik kell inni? Átvertél!